értékelés kapóban tartva. Kérlek a mikrofonnal, légy szíves. Köszöntök mindenkit. Gratulálok a Ferencvárosnak a győzelemhez. Igazából az volt a célunk, hogy ebből az óriási munkából, amiből most érkeztünk ebben a mérkőzésbe, próbáljuk meg kihozni magunkból a maximumot, legyen tartásunk, mentálisan erősek legyünk, és próbáljunk azért egy fegyelmezett játékot játszani. Azt gondolom, hogy magát az eredményt nézve 25 kapott gól elégedettek lehetünk, a 25 gólunk az azt gondolom nyilván az kevés, viszont azt gondolom, a Ferencváros otthonában az 5 gólos vereség egy vállalható eredménynek számít. Voltak jó periódusaink, és azt gondolom, hogy a közeljövőben, amit mindenképpen még változtatnunk és javítanunk kell, az a támadásunk sebessége. Nyilván most tudtuk és tudjuk, hogy milyen állapotban vagyunk, de azt gondolom, hogy tényleg a lányok megpróbálták utolni azokat a feladatokat, amiket megbeszéltünk. Van még 2 hetünk készülni a bajnokság következő szakaszára, a szakasz, ami számunkra igen kiemelten fontos, és több bizakodóak vagyunk, miért ne lennénk, azt gondolom, hogy nem állunk rosszul, és természetesen megfelelő hittel is önbizalommal fogunk neki vágni, hogy megfelelődjük egy szakaszt. Köszönöm szépen a kívánt értékelést, kérlek, hogy tudnám a mikrofont, a következik, te miként látod ezt a mérkőzést? Először is szeretnénk gratulálni a Ferencvárosnak. Azt gondolom, hogy elsősorban a saját játékunkat kellett előtérbe helyezni. Megoldani azokat a szituációkat, amiket gyakoroltunk edzésen, és amiket a Botik ért tőlünk. Azt gondolom, hogy ez többé-kevésbé sikerült, ahogy az eredmény is mutatja. Készülünk, amit a Boti is mondott, a fontos periódusra, ami jön nekünk, úgyhogy munkában vagyunk. Köszönöm szépen. Egyetlen egy pozitív volt ennek a mai mérkőzésnek, azt gondolom, hogy ennyien voltak, és hogy ilyen hangulatban kézilabdáztunk, és tényleg nagyon boldog új évet kívánok Ferencvárosi szurkolóknak, hát amúgy a kézilabda barátoknak és mindenkinek. Nem akarok kell most többet beszélni, mert túl feszült vagyok ehhez. Köszönöm szépen. Gyurcsi, 5 gólal győztünk, de szerintem nem lehet, hogy teljesen elégedettek, hogy még egyszer találkozunk. Én is azt gondolom, hogy valóban nem játszottunk egy magas sebességben a mai mérkőzésen, illetve tényleg Janinak sokat köszönhetünk, mert ő azért nagyon sokat segített nekünk hátul. Sajnos nem tudtuk annyira betartani azokat az utasításokat, amiket Gábor kért tőlünk, de a következő héten már készülünk a Bajnokok Ligájára, és biztos vagyok benne, hogy bele fogunk adni mindent, és keményen fogunk dolgozni, ahogy eddig is, úgyhogy én abban bízom, hogy következő héten azért már egy sokkal jobb mérkőzés fogunk látni, és egy sokkal jobban teljesítő feladat is. Köszönöm szépen. Na, kérdésre van. Sok sikert kívánok! Boldog újra!